Kovács Imre képviselőnek adom meg a szót a párbeszéd részről. Köszönöm a szót, képviselőtársaim. Önök hazudtak a kampányban, amikor azt mondták, nem emelkedik senki esélye, amikor azt mondták, nem lesz adóemelés, és amikor azt mondták, nem lesznek megszorítások. És azóta is hazudnak rendületlenül. Önök emelik a rezsit, több százezer ember adóját emelték a kata eltörlésével, a CSIS adóval, jövedéki adók emelésével, és látjuk, hogy azzal, hogy hagyják elszabadulni az áremelkedést, hogyan szorítják meg az emberek pénztárcáját, hogy az áfa bevétellel még az utolsó filléreket is kisajtolják belőle az önök által ütött költségvetési hiány befoltozására. Erre nem azt mondják, hogyan fogja a kormány megoldani ezt a nehéz helyzetet, hanem ráfogják a szankciókra. Nem önök teljhatalommal a hibásak, hanem Brüsszel a hibás Magyarország helyzetéért. Orbán úr pénteken például azt találta mondani a rádióban, hogy a teljestoppok rendszerét is a szankciók miatt vezették be. Valaki szólhatna neki, hogy azokat a háború előtt hónapokkal, januárban és előző év novemberében vezették be. De ha már elstoppok, én szombaton csirke mellett szerettem volna sütni a gyerekeknek, pénteken és szombaton több boltban se lehetett kapni az elstoppos terméket. Öröm, ha valami olcsó, csak kicsit haszontalan, ha nem lehet kapni. Kicsit olyan ez, mint a PB gázpalackok ügye, ahol önök rezsicsökkentették a 11,5 kilós palackot, csak hogy azt nem lehet sehol kapni, csak az átdrágított termékeket. És önök nem csinálnak egy brutális megélhetési válságban semmit, miközben 60%-kal nő a kenyér és a sajtára, háromszor annyival, mint az EU átlag, 426 forintos már legalább az euró, az elmúlt két percben nem néztem. De visszatérve a szankciókra. Nyilván a gazdasági világválság ugat súlyosbítja a háború, és ez gondot okoz. Ebben igazuk van. De mondják már el, hogy a még hatályba se lépett gáz és áramszankciók hogyan lehetnek jobban felelősek, mint azért, mint az önök kormányzása. Mondják már el, ha 2021. novemberében drágább volt a gáz tőzsdei árfolyama, mint most szeptember végén, akkor tényleg a szankciók tehetnek mindenről? És megismételném Ungár Péter múlt hétfői kérdését, mi az önök terve arra, hogy elősegítsék a háború befejezését? Oké, nem a szankciók, de akkor mitől lesz béke? Pár hete miniszterelnök úr azt mondta, hogy aki nem tudja kifizetni a rezsit, az keressen jobban, vagy spóroljon. Hát hogyan keressen jobban az a 700 ezer közalkalmazott, akinek önök határozzák meg a fizetését? Ugyanis nekik nem emelnek fizetést, csak saját maguknak. Közben pedig leszavazzák a javaslatunkat a politikusok fizetésének csökkentésére és a tanárok béremelésére. De utóbbira is hazudtak, hiszen kiderült, nem az Unió fogja finanszírozni a tanári béremelést, az Unió csak a 14%-át adja ennek. Miért várnak önök akkor az Unióra, miért nem adják oda a 86%-ot most? Azt is hazudják, hogy ma retorzió nélkül lehet tiltakozni Magyarországon. Emlékeztetném önöket, hogy idén februárban a Covid-járványra hivatkozva korlátozták úgy a tanárok sztrájkját, hogy ne legyen értelme a tiltakozásnak. Majd feloldották a Covid-korlátozásokat, kivéve ezt a sztrájkjogot. Amikor pedig megszüntették a vészhelyzetet, a Covid miatt meghozott tanári sztrájk korlátozását egy az egyben törvénybe iktatták. Most pedig, amikor az önök tiltása miatt tanárok polgári engedetlenségbe fogtak, elkezdik önök kirúgni őket. De még ez is át lehet szó, hiszen politikai alapon zajlik, és nem a jog alapján, hiszen csak egy iskolában büntetik így a tanárokat. Akkor most mindenki törvénysértő, vagy csak azok, akiket önök kiválasztanak, hogy ezzel félemlítsék meg a tanárokat. De hazudott Répási államtitkár úr is, aki tavasszal azt ígérje, kivizsgálják a Wörner Schröder végrehajtói maffia ügyét. Nem vizsgálták ki, leszavazták a vizsgálóbizottságunkat a témában, majd ráeresztették az elmúlt évek összes kilakoltatását a moratórium lejártával az országra. Az elmúlt hetekben kellett megakadályoznunk törvénytelen kilakoltatásokat, olvastunk a sajtóban történetet vélhetően áron alul elárverezett ház miatt öngyilkos hevesi férfiről, vagy Schröder helyetteséről, aki egy már elengedett tartozást próbált meg újra behajtani. A főváros bevezette a kilakoltatási moratóriumot, idén lenne önöknek is, addig, ameddig tart a válság, és addig, ameddig nem vizsgálja ki a végrehajtói maffia ügyeit. Mindent leszavaznak, és semmit se tesznek egy gazdasági és szociális válságban. Titkosszolgálatokra van pénz, nemzeti konzultációra van pénz, de leszavazzák a tanárbéremelést, leszavazzák az alapvető élelmiszerek árfolyamának csökkentését, a rezsi árfolyamának csökkentését, leszavazzák azt, hogy legyen rezsikupon a családoknak, leszavazzák a megújuló energia támogatását, az energetikai felújítási programokat egy energiaválságban. Mindezek tetejében pedig előhúzzák az adóeszt és az Európai Bizottságban folytatott vitájukat, megpróbálják az ellenzékre kenni. Konszenzusra nem hajlandóak, a jó ellenzéki javaslatokat is leszavazzák, de a felelősséget ránk tolnánk. Nekünk nem osztanak lapot, majd végig blöffelnek, és közben közlik, hogy mi fizetjük a tétet, miközben önök nem hajlandóak fellépni a korrupció ellen, nem hajlandóak egy igazságosabb Magyarországot teremteni. Önöki a felelősség, önöki a kormányzás, önöki a kétharmad. Nem kedves fideszes képviselőtársaim.
Azért, hogy nem érkeztek meg az EU-s pénzek, önök a felelősek, és azért, hogy megérkezzenek, azért is önök a felelősek. Hagyják abba a hazudatást, és támogassák azokat a javaslatainkat, amelyekben önökkel közösen kijavíthatjuk az önök hibáit. Köszönöm.